ahogy a múlt héten megbeszéltük, egy másik munkaterületre is ellátogatunk ezen a héten. Tetőszerkezet épül Budapest vonzás körzetében, egész pontosan Érden. Egy picivel nagyobb, mint 200 négyzetméter maga a felület. Nem is szaporítom a szót, nézzük meg mindent közelebbről, lássunk is hozzá azonnal. Első lépésként nézzük meg az épületnek a méreteit. Egy 13 méter 99 cm hosszú épületről van szó, melynek a szélessége 10 méter és 24 cm volt. Pengefalak találhatók az épület végén, illetve pengefalak találhatók az épületnek az első részénél is. Az alaprajz igazán beszédes, egyéb hozzáfűznivalót nem igényel. Nézzük meg a következő dokumentumot. Következő tétel maga a szarufa, a cserépkiosztás, illetve a szarufa végén található deszkaborítás, és látható a szelemen is. A szelemen 15x15-ös, ahogy látszik a rajzon is. Tőcsavar, fakötésű alátét anya, erre érkezett egy 20 cm magas, 10 cm széles szarufa, további 5 cm szigetelés még érkezik a szarufa belső síkjára, ezzel most nem foglalkoztunk, aztán láthatunk egy 5x5-ös ellenlécrendszert, aztán láthatunk egy bramakléc kiosztást, erre érkezik maga a cserép, illetve a szarufa vége függőleges vonalban van levágva, és a szigetelés külső vonalával, pontosabban a vakolattal találkozik, a szarufa végére rögzített deszkaborítás. Itt vagyunk a második dokumentumnál, sokkal izgalmasabb a helyzet, hiszen most már látható, hogy milyen maga a szerkezet, amit el kell készítenünk. Tetősíkok láthatóak, 235 fokos tetőszerkezet kapcsolódik egymáshoz, egy szélesebb épületet kell befednünk, illetve egy kisebb garázs fölé kell még tetőt készítenünk. Ahogy látszik a hátsó rajzon, a tetőnek a jobb oldali síkja az egy egységet alkot, a bal oldali sík van megtörve kettő részben, kettő gerincet találunk, egy magasabb gerincet, illetve egy alacsonyabb gerincet a kettő épület szélességből adódóan. A hármas képnél már látható, hogy a falsíkon kívül eső szarufák nem csak a szelemenekkel állnak kapcsolatban, hanem létrás megoldással merülegesen vissza vannak kötve kettő szarufát. Ezzel a rendszerrel már találkozhatunk a videóinkban, minden általunk pallóból készült tetőszerkezetnél ezt a rendszert alkalmazzuk, egy nagyon jól működő megoldás, ennél a háznál a tervező is ebben a módban látta a megoldást. Aztán haladunk tovább, pár darab tetőablak került még be, egész pontosan 4 darabbal kellett foglalkoznunk, már a 4-es ábránál járunk, 1 a hátsó tetősíkba, 2 az első tetősíkba, illetve egy tetőablak még belekerült a garázs fölé, a bal oldali részbe. A rajzhoz képest egy eltérés volt, itt egy kiváltást láthatunk, a szarufát ki kellett volna váltanunk, viszont a megrendelők kérésére ezen változtattunk, nem kellett kiváltanunk, nem lett a tető gyengítve, hanem ugyanúgy, ahogy a bal oldalon, ide a harmadik szaruállásba is befért a tetőablak bármi nemű kiváltás nélkül. Érdekes lehet továbbá a nagyfogópárok, illetve a kisfogópárok mérete. Nagyfogópárokat 5x20-as pallókból készítettünk, a kisfogópárokat pedig 5x15 cm-es pallókból vágtuk ki. Aztán, ha már a kisfogópárnál járunk, talán érdemes kitérni a tarészelemenre. A tarészelemennek a mérete 12x12 cm volt, szóval 3 cm-rel kisebb mérettel dolgoztunk, mint a szelemeneknél, hiszen lent 15x15 cm volt a szelemeneknek a mérete. A nagyfogópárok kaptak szendvics jelleggel blokkokat kint a csatlakozásnál, ahol a szarufákkal találkoztak, illetve középen a gerinc vonalában is kapott egy biztosító elemet, egy 40 cm hosszú, 10x20-as gerendából vágtunk egy-egy blokkot, amit nem csak szegekkel, hanem szerkezetépítő csavarokkal is rögzítettünk. Könnyű szerkezetes házak, szerkezetépítés lépésről lépésre. Kurzuskönyv több mint 200 oldalnyi tartalommal, 400 fotó, táblázat, 3D-s illusztráció, illetve 30 a tartalomhoz kapcsolódó eddig még be nem mutatott videó. A www.ácsbudapest.hu/könyv oldalon megtalálsz minden információt a könyvvel kapcsolatban, és ha már ott vagy, lapozz bele nyugodtan, a weboldalon arra is van lehetőség. Jó, pont.
2-7, néha 8. Jó. Elérkeztünk egy újabb nap közepéhez, pontosabban egy újabb hétnek a végéhez. Időközben tettünk fel fóliát a tetőre, aztán került fel ellenlét, és fel tudtuk szögelni a cseréplétnek is a jelentős részét, legalábbis a hátsó tetősíkon, itt a jobb oldalnál. Nagyon sokat nem tudunk látni, a házak nagyon közel vannak egymáshoz, így oldalról sajnos nincsen lehetőségem felvételt készíteni, mert hogy 1 méterre épült a ház a jobb oldali teleghatáról, de ahogy látszik, a lécek jelentős része már fent van. A felső részen 260-300 cm-nyi lécet kell még feltennünk, 29-30 cm-es léctávval dolgoztunk, és akkor megpróbálnám megmutatni magát a tetőt a hátsó oldalról, illetve a bal oldalról, reméljük, hogy a fenyő lehetővé teszi. Tényleg nagyon szűk a telek, de azért megpróbálok valamit megmutatni belőle, aztán talán lesz lehetőség megnézni fentről is. A szigetelés fog érkezni a fal külső síkjára, 15 cm vastagon fog ráérkezni a szigetelőanyag, ha minden igaz, akkor pont a deszka külső élével kell találkozni a vakolt szigetelésnek, illetve még egy ereszt is kapni fog majd a tető mindkettő oldalon. Az eresztek a rögzítésével nem mi foglalkozunk. A lécezés befejezte után még fel kell tennünk a rovarhálókat, a szempillákat, aztán fel kell tennünk még az oromdeszkákat, belül még lambériáznunk kell, az utolsó egy szaru közt merőlegesen fognak érkezni a lambériák. Ezt a hátsó részt is majd be kell borítanunk lambériával. A terv az, hogy a szarufa alsó részére további 10 cm érkezik, a szarufa belső síke 10 cm-rel meg lesz növelve lefelé, és akkor arra fog érkezni merőlegesen az összes lazúrozott lambéria. Vissza kell vágnunk a fóliákat, vissza kell vágnunk a léceket itt hátul is, illetve a tarészelemennek a kinyúló részét még le kell durrantanunk. A lambériát egy picit közelebbről árnyékban meg tudom mutatni, talán látható a szín. A dobozolásnak ez lesz a színe, illetve az anyaga, és ezt a lazúrt fogadta, ezt a lazúrt kapta a deszka is, amit az előbb mutattam, ami a szarufa végére lett felcsavarozva mindkettő oldalon. Az állványtól nagyon sok minden nem látszik, de azért egy átfogó képet talán tudunk nyújtani. További cseréplét. Jó, hát. Pár kötegre még szükségünk van. Megnézzük, hogy a gerincnél hogyan tud találkozni a kettő cseréplének az akadó része. Van elegendő hely, a kettő nem ér össze, sőt, még be tudjuk tenni a lécet a kúp fogadásához, és a kúp is megfelelően zár a kettő cseréplő. Az épület hátsó részéről a léceket fel tudtuk tenni mindkettő tetősíkra, a hátsó nagy tetőre és az első kisebb tetőre is. Az akkumulátoros körfűrésszel lecsippentjük ezeket a kinyúló léceket, egy aksicsere gyorsan, ha pedig minden léctől megszabadultunk, le tudjuk vágni a fóliát is körbe. Mi a mutatvány, San? Schnitzer feljuttatása a tetőszerkezetre. Nézzük. Levi! Levi, érettem ez a bicska. Itt van ez. Jó, gyere, érti meg. Egy ezeresbe? Ezt mondom. Három schnitzer fennap. Feladom a kollégának, meg kérte schnitzert. Levi! Életszerű, hogy kérte schnitzert. Már nem jó. Életszerű, hogy kérte schnitzert. Levi, kapd el a gabezt, be akarja mutatni, hogy dob. Oda néz. Oh. Egy gyors kép a tetőről, felmásztam az egyik oldalra, a rövidebb oldalra, felmegyek a gerinchez, megnézzük, hogy hogy áll a másik oldal. És közben, itt pedig a másik oldal, a másik tetősík. Az előbb ezt láttuk lentről, már le vannak vágva túlnyúló lécek. Ha pedig visszafordulunk, akkor ezt a képet látjuk, kapjuk. Az épület elején még le kell vágnunk a túlnyúló cserépléceket, ott pár sor még van, 10-12 sor valószínűleg. És akkor ezzel zárjuk a mai napot, innen folytatjuk a legközelebbi alkalommal holnap, pontosabban hétfőn reggel.
Körbenézünk gyorsan a födében az elmúlt pár napban történt néhány változás. Többek között felekerült az összes fólia, léc és az ellenléc, bekerült 3 darab tetőablak, és a mai napon még egyet be kell tennünk a nap záró műveleteként. Szóval egy tetőablak, 78x140 cm-es, aztán mellette 3x közzel van még egy tetőablak, szintén azonos méretben, 78x140 cm-es, itt pedig egy fürdőszoba ablak érkezett a bal oldalra, erre a tetősíkra, a baloldali tetősíkra pedig egy 55x78-as tetőablak került be, 180-as parapet magassággal számoltunk, illetve további 20 cm-t még hozzáadtunk, mert hogy annyi még érkezik ide az ajzatra, szóval a magasság az adott volt, ez egy fürdőszoba ablak, a cél nem az, hogy kilássunk rajta, hanem az, hogy elégséges fény tudjon bejutni. És akkor közben jött az információ, hogy nem is fürdőszoba ablak, hanem normál szobaablakról van szó, szóval a lényeg az, a méreten nem változtat, a magasságon sem változtat, mivel az előírás szerint erre a tetősíkra ilyen magasra kell, hogy kerüljön az ablak, szóval a parapet magasság 180 cm, ahogy az előbb azt megbeszéltük. Kikukkantunk erre a tetősíkra, itt ahol a fólia mozog, ide érkezik az utolsó ablak, szintén 78x140 cm-es méretben, szóval van egy szaruközünk, ami a falsíkon kívül esik, azonban a cserép, aztán van további 3 szaruközünk itt, ez a 3, a középsőbe fog belekerülni az említett ablak. A magasságot meghatároztuk, e fölé a léc fölé fog kerülni az a léc, amire majd az ablakot ráültetjük, ki kell vágnunk ezt a vihardeszka darabot, és utólag megbeszéltük, hogy majd kap egy vihardeszkát a belső síkra, mert hogy ezt még fel kell vastagítanunk további 5 cm-rel még a 25 cm-es összigetelés elérése miatt, szóval nem lesz probléma abból, ha a tetősík belső oldalán lesz a vihardeszka pótlása. Értelemszerűen nem csak ezt az egy szaruközt kell majd átfognunk, hanem mind a 3 szarufán át kell majd futtatnunk a deszkát. Látszik, hogy a fólia pár helyen megsérült, van nálunk ragasztó, szóval lesz lehetőségünk a toldásokat, illetve magát a sérüléseket kijavítani. Itt is van egy sérülés, balkész felől látszik a vihardeszka alatt. Azt is javítanunk kell, illetve láttam még egy sérülést valahol. Itt van fent. Azt is javítanunk kell, körbe kell néznünk a fóliát a fedés megkezdése előtt, hogy ahol van valamilyen sérülés, van valamilyen vágás, nyílás, azt le tudjuk ragasztani. Fel kell emelnünk az ajtót, kibillentjük a benne lévő ablakot. Egy biztosító. Két biztosító, az ablak kiugrik. A kerettel foglalkozunk először, leterítjük a bakokat, hogy ne sérüljön a fa. Keret a helyén, nem sérült semmi. Ablakot visszadöntjük a papírra. Kilincset óvjuk. Szuper. Az ablak lefektetve. Keret nem sérül, kilincs nem sérül. Kartonon nyugszik. Tűzőkapcsoktól meg kell szabadulnunk, hogy a szoknyát majd rá tudjuk tenni később. Egy. Kettő. Másik oldala az már tiszta. Dobozbontás. A várakozó állásmód, amíg a szerszám érkezik. Fülek a helyét a szigetelés. Pattintós. Egy kattanás. Még egy kattanás. Egy fordítás. Az összeépített szigetelés. Az összeépített keret. Vihardeszkától elköszönünk? Pápá vihardeszka. Pápá vihardeszka. Távtartod? Egy kis távtartás soha nem árt, nem kaszaboljuk szét a fóliát, nem? Fóliát megvédjük. Imádjuk, óvjuk, szeretjük. Távtartók jól szolgáltak, fólia nem sérült. Távtartók jól szolgáltak, fólia ott sem sérült. Közben a külső fronton felkerülnek a deszkák a szarufa végére. Volt egy kis módosítás, vissza kellett szednünk, 16 cm-t el kell hagynunk a fal külső síkjától számítva. A későbbi szigetelés miatt szóval visszaszedtük, levágtuk, mínusz 16 cm. Most kerül vissza pár csavar, és akkor ez is megvan. Mi a feladat? Jó, akkor a cserép fel van téve. A cserép felső részétől a léc felső részéig 8 cm-t kell elmérni. Ez megvan. Dur, dur, dur! Azt lejelöljük. Szuper. Szerintem le tudod szögelni, nem?
Oké, szuper. Jelölés. Nyolc centiméter. 145 centiméter. 4 és 6 cm az előírás, igaz? Nem. Akkor az 5-tel pont jók vagyunk. Másik oldal. Oké. Egyszer a jelen van. Kétszer a jelen van. Még egyszer. És utána csavar? Oké. Majd kap egy csavart. Oké. Érkezik a fűrész. Keret kialakítva, szán? Keret kialakítva. Következő lépés? Várja, búlja kivágása. Bingo! Kezekre vigyázni, nagyon éles a szike. Én emlékszem rá másfél évvel ezelőtt. Nem felejted el könnyen még. Nem olyan könnyen felejtem el. Meghatározó eseménye volt az életemnek. Szóval egy vágás, két vágás, három vágás, négy vágás. Keretbehelyezés. A keretbehelyezés. Jöhet a keret. Beillesztem, jó Levi? Jó. Akkor mehet bele. Mindenhol belement? Profi. Belefelül is? Profi. Jó. Jöhet a csavar. Na milyen? Elmegy. Egyes fölé. Bukán fölé, fölé, nagyon fölé. Nagyon fölé. Jó. Fülek egy-egy csavarral meg lettek fogva, igaz? 3 fokot írta az előírás. 2-2 csavarral. Minimum 3 fok. Jó, szóval az egyiket hát, akkor felmegy koppig, a másikat meg lehúzzuk koppig. Jó. Puff. 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 És puff. Kézikörfűrész, akkumulátoros, hadd szóljon. Marad a kézi fűrész. Jó. Nyektetni, nyektetni. Nem lett teljes mélységben átvágva az ellenléc, a fóliát meg kéne óvnunk, hogy ne vágjuk ki, szóval kézi fűrészsel, rókafarkú fűrészsel vágjuk el az utolsó pár milliméterig, megütjük kalapáccsal, aztán kiszedjük szépen vésővel. A szempont továbbra is az, hogy a fólia az ne sérüljön. Alá tudsz nyúlni a vésővel szerintem oldalról. Van ott még egy véső lent? Az ellenléttől el tudtunk köszönni, a fólia nem sérült. A másik oldalon még ugyanezt meg kell csinálni, aztán jöhet a hiányzó elem. Egy T-34-es jármű, nem? A Gabesz a tankból kiabál kifelé. Az ellendarab könnyen lejön, vagy megint nagyon rá van ragadva? Lejön könnyen, nagyon rá van ragadva. Nagyon könnyen lejön, vagy nagyon rá van ragadva? Jön, nagyon rá van ragadva. De lejön könnyen. Rá van ragadva, nagyon könnyen. De nagyon rá van ragadva? Thank you.
szoknyának az alsó része vissza lett vágva, Y-ban a léceknél beletbújtatva az első cseréplét alá. Le kell tűzni a szoknya bal oldalán, aztán a jobb oldalán. És érkezhet az első alumínium borítás ebben a nagy szélben. Mi a következő? Tömítőpaszta. Tömítőkupu. Igen. Aztán alumínium kopi. Egy paszta jobbra, egy paszta balra. Helyére került az elem, egy csavar, két csavar, alatta a tömítőpassza. Visszahajtjuk a szoknyát, utána visszahajtjuk a tetőfóliát és beletesszük a rögzítőfüleket, igaz? Így van. A rögzítőfülek a helyükre kerültek, bal oldali, jobb oldali és a helyére került. Visszatesszük azokat az elemeket, amiket az előbb szedtünk ki. Fent csak beakasztod, fent betoljuk, alulról bújtatod. Oké. Beakadtak a kis kiflicskék? Aha, igen. Uh-huh. Oké. Okay. Engedjetek be! Hát nem hiszem el! Nem, jó, nem. Itt az észertúrod. Engedjetek be, meghívlak egy sörre. Elérkeztünk a tető szerkezet építésének, és egyben az epizódnak is a végéhez, a jövő héten érkezik a cseréplift, nekilátunk a fedésnek, kúpalátéteket ragasztunk majd, aztán kúpokat rögzítünk, azután a cserepek bevágásával foglalkozunk majd, zárásként pedig felkerül majd az a pár darab boromdeszka az épület első részére. Ha tetszett, amit láttatok, nyomhattok egy lájkot, és a csatornára még mindig fel tudok iratkozni a képernyő jobb alsó sarkában található piros ikonra kattintva. Érkezünk jövő hét pénteken a folytatással, addig is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, szevasztok! Együttműködő partnereink a Masterplast, Baustil Kft. Az Újhát Centrum tagja és a Helly Hansen Workwear.